A jó idő beköszöntével sokan pattannak biciklire, de egyre több motoros is közlekedik az utakon, ez pedig a szokásosnál is jóval nagyobb figyelmet kíván az autósoktól. Ők is elszoktak attól, hogy a motorosok ott vannak az utakon a téli időszakban, tehát most úgy hirtelen megjelennek, akár tucatnyi motorral találkozhatunk egy-egy útunk -egy alatt. Fel kell bizony készülni erre a tavaszi időszakban az, hogy nagyon sok motorral találkozhatnak, és ugye itt a két jármű közötti sebességkülönbség, ilyesmi, ez ugye ilyenkor előjöhet, és bizony jobban oda kell figyelnünk rá, ők kisebbek, Rosszabbul lehet őket látni, tehát figyeljen oda mindenki. Egy pici figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy tragédia történjen. Az interneten is számtalan felvétel bizonyítja, hogy még kimondottan gyorsan sem kell menni ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj. Az autót vezetőkkel ellentétben a bicikliseket és a motorosokat nem védik aszni, épp ezért különösen fontos a megfelelő védőruházat használata hangsúlyozzák a szakemberek. A kerékpárosnál is nyugodtan fel lehet tenni ezeket a kerékpáros fejvédőket, de viszont a segédmotorkerékpárnál és a motorkerékpárnál ugye ez már kötelező felszerelésként jelenik meg, tehát csak így lehet a közúti forgalomban kimenni, és mi szakemberek azért szoktuk azt is javasolni, hogy bizonyos protektorokat, kézvédő, könyökvédő, ilyeneket tegyenek fel, akár ugye a motor, nagyobb motorkerékpároknál már ezeket a gerincvédőket, higgyék el az életet menthet, vagy pedig egy nagyobb sérüléstől is megóvja a járműnek a vezető és természetesen a hosszú ruházatot javasoljuk ezeknél a járműfajtáknál. Sokból eset adódik abból is, hogy a biciklisek nincsenek tisztába a közlekedés szabályaival. ha a gyalogát kellő helyen megyünk át, akkor azt úgy tegyük meg, hogy szálljunk le a kerékpárról és toljuk át a kerékpárt. És vannak ezek a nagyobb körforgalmaink itt Győrben, tényleg elég sok számban van. Ö, itt kim van egy ilyen kis ö, elsőbségadási jelző tábla a kerékpárosoknak, ott nincs elsőbséget, tehát ott meg kell várni, amíg az ott közlekedő jármű elmegy, és utána mehetnek csak rá, vagy utána mehetnek csak át ezen a kereszteződésen. Tehát erre is figyelni kell. Valamint vannak ugye ezek az első, A, az egyirányú forgalmi utak, amiből csak akkor lehet bemenni szemből, hogyha ki van írva az, hogy kivéve kerékpárral be lehet hajtani. A láthatóság mind a biciklisek, mind pedig a motorosok esetében kiemelten fontos, hangsúlyozzák a szakemberek. Ha valakit látunk egy 50 méterről, hogyha rendes ruhában van, de hogyha például egy ilyen jó láthatósági mellényben van, mint ami rajtam is, akkor pedig már 4-500 méterről is láthatjuk, és fel tudunk készülni arra, hogy mondjuk őt leelőzzük vagy kikerüljük éppen. A rendőrség egyébként a motorosoknak minden évben szervez vezetést technikai tréninget, a következő ilyen alkalom Győrben április 6-án, majd 16-án lesz.